Szavaztok, üdvözöllek titeket, a mai videóban ismét emberkísérletek lesznek. A múltkori videóban, ami azt hiszem itt lesz, de lehet, hogy itt, vagy itt. Megpróbáltunk már egy ilyen kísérletet, hogy ez a vegán, meg nem vegán vonalat próbáljuk tesztelni. Hát igazából ma is ez lesz, viszont ugye múltkori, abban a videóban hamburgereket csináltunk, kóstoltunk, elemeztünk, próbáltuk kitalálni, hogy most melyik vegán, melyik nem vegán. Mai videóban ugyanaz lesz a koncepció, csak most nem hamburgereket fogunk, hanem csirkenegetszet. Nem akarok gyártót, meg ilyeneket mutatni, mert tényleg nem az a cél, hogy bárkit itt megbántsunk, lejárassunk, vagy ilyesmi. Ez a vegán, képzeljétek el, ez egy ilyen jó kis zöld csomagolásban van, mivel hát ugye vegán. Ezt egyébként egy újfajta módon fogom előkészíteni, mert nem olajba, meg nem zsíradékba fogom kisütni, hanem van, képzeljétek el, nemrég beszereztem egy ilyen air fry levegő sütőt, ami egyébként ilyen szuper egészséges, meg szuper zsíradék, mármint pont, hogy az nem, de hogy szuper fasza. Illetve, hogy azért még kicsit fokozzuk itt az élvezeteket, megpróbálok megcsinálni egy ilyen brutál nagy nuggetset. Azt majd nem tudom, hogy fogom kivitelezni, de kíváncsi leszek rá. Igen, ennek a vegánnak meglepően csirke nugget illata van. Tényleg ilyen pici falatkák, ezért nem kell hozzá annyi minden. Igazából én csirke mellett fogok használni ehhez, egy egész mellett, és mondjuk egy filézett combot fogok használni. Ezeket egyébként annyi lesz, hogy kicsikét fölkockázom, és hát, sajnálom srácok, de a kézi aprítót be kellett újítanom, mert hát az a helyzet, hogy kicsit eltört így ez a műanyag tárolója, meg hát kicsi is volt, hogyha vettem egy elektromosat, bár lehet, hogy nem most kéne elektromosra váltani, amikor így fölmentek az energiaárak, de hát most mindegy, ez van. Ennek nagyobb a küblie, úgyhogy viszonylag jobb. És hát itt van még körülbelül egy ilyen másfél kiló. Úgyhogy ebből megcsinálok egy rohadt nagy negetszet, megpróbálok. Hát igazából nagyon túlzásokban nem kell ezt vinni. Én ekkora kockákra aztán beledobom. Azt nem tudom, hogy ez hogy a... Egyébként egy kicsit befűszerezem, megy bele egy kis fehér bors, egy kis só. Ezt a tába külön kirakom. Most ezt ki. Csak egy simán kihúzom, az cső. Amit láttátok, azért befűszereztem sóval és fehér borssal. Én nem tudom, más nem nagyon akarom, mert maradjunk ugye egyszerű, minél egyszerűbb vonalon. Az a baj, hogy ebben rá fognak jönni, hogy én csináltam, mert ilyen marha nagy. Megpróbálok kisebbet csinálni. Egyébként körülbelül 4-5 darabot csinálok, mert nagyjából annyi vendég lesz, elméletileg maximum talán 4, de nem tudom, meglátjuk. Már most próbáltam egy kicsit újítani. Mondjuk olyan nagyon sokat nem tudok újítani. Megpróbáltam új barátokat szerezni, akik jönnek kóstolni. Súlyok a földön hevernek, Twitchen. Szerintem ez az utcsó kör, ez az, elfogytak a kusik, ebből csinálok egy giga nuggetset. Ugye ez még csak nyersen darált, hát ez körülbelül egy másfél kiló hús, de lehet kettő is van ez. Én szeretem, hogyha jól ki lehet érezni a fűszereket, az ízeket, úgyhogy én grillfűszersóval jó megküldöm bőségesen. Így jó, megtunkoljuk, így, ez az. Na, és akkor ezt is most szépen egy hatalmas nagy tálcán megformázzuk. Hú, ez jó lesz! Hú, gyerekek, ez kurva nagy lesz. Hát rápróbálok, hát nem tudom, hogy panírozás, ez furcsa lesz, már meglátjuk. Hűtőbe rakom dermedni, hogy kicsit összébb álljon. Én most csak egy sima panírt fog kapni. Igazából ilyen pankó morzsát szerettem volna venni, de hát nagyon nem találtam.
pedig azzal tök jól néz ki, mert az ilyen esztétikus. Viszont kíváncsi vagyok, mert ugye ebbe a levegősítős megoldásba fogjuk megcsinálni. Hopp, ebben már csináltam valamit ezek szerint. Mondjuk az a jó, hogy ugye ilyen kisebb falatkákat sokkal könnyebb panírozni, mint a nagy dögöket. Tojás, megy be a zsemlemorzsába. Néztem egy ilyen technikát, hogy csak így dobálják. Meg akkor bele lehetne többet is egyébként szerintem. Oh. Akkor megidézem az első vendégemet, én már ideírom a nevét a halállistára, nem, amúgy nem. Ez nem a halállista. Most az első vendégem, fölírtam a lapra, és akkor most koncentrálni kell. Hol vagyunk? Na, te kabáltam! Barátom! De legyen, találkoztunk! Éhes vagy? Igen. Te mindig éhes. Szereted a csirkenegeceket? Hogy állsz a csirkenegeceket? Milyen kapcsolatban vagy? Élettársi kapcsolatban vagy? Én majd a végén eszek egy ekkorát, már beizéltem, már megnézed a vidibe. Ilyen nagy csirkenegecet csinálom. Ránézésre először meg kell mondanod, ugyanaz, mint az előző videóban, ránézésre meg kell mondani, hogy vajon szerinted ránézésre melyik-melyik. Van köztük McDonald's-os, van házi készítésű, vegán és fagyasztott ilyen bolti fagyasztott. Hú, ez a négy féle. Ez inkább ilyen bolti lehet. Ez bolti. Bolti? Bolti. Akkor házi, McDonald's-os és vegán. Ugye, amiben nincs hús, megint húsmentes. Igen. Húsmentes. Szerintem ez lesz a húsmentes. Ez lesz a húsmentes. Így van. Ez egy tavon lesz, mert ilyen ekkora többi az képes, de ez ilyen húsmentesen néz ki. Ez a házi, és akkor ez a McDonald's-os. Ez a McDonald's-os. Így van. Mert ez úgy néz ki, mint itt olajban lesz sütve. Uh-huh. Hát egyetlen árulok, hogy eddig se olajban lett sütve. Így, most akkor izé lettél te is ilyen. Mi ez? Ez az szamuráj, én vagyok a szamuráj. Kóstol, mert lehet, hogy meg kihűltek egyébként, mert már... Igen, nem baj. De szóval mehet. Megeheted nyugodtan az egészet. És akkor tippeld meg, hogy szerinted ez ízre mit mondasz rá? Ilyet szerintem már lehetettél. Hopp, most ez egy kicsit segítség. Ez egy kicsit segítség volt. Nem. Figyelj, ízre, ilyen csirke falatka. Hát mindegyiknek olyan íze kell, hogy legyen mindegyiknek. Igen. De ezt már kitalálta, hogy csirke falatka. Látod? Így látatlanban kitalálta te kabát csirke falatka. Nem, mert... Csak az van igazából. McDonald's-os. Én azt mondom, hogy ez... Ez egy McDonald's-os? Ez szerintem volt, igen. Mi kapta meghívja, meg a... Igen. Na jó, igen. Akkor azt mondod, hogy ez meg is. Igen, mehet le? Igen. Nem biztos, hogy sorba adom, szóval azért van bekötve a szám, hogy ne tudja, hogy hogyan sorba. Ez lenne a igazi csirkés. Igen, de hogy a bolti, az enyém, vagy a... Nem. Vagy a házi. Ez a bolti. Ez a bolti. Ez kutígy a bolti, mert a boltinak általában a sütöd, akkor így jobban kiszárad. Ez a bolti lesz. Én azt mondom. Jó. A következő. Igen. Ropog. Mindegyik ropog eddig. Mondjuk első az annyira nem ropogott. Jó, mondjuk az már... Igen, azért ezek álltak már egy kicsit, szóval nem friss. Nem frissek sajnos. Már egy bizikét. Szóval most ezt én csináltam, vagy ez a vegán? Ezt te csináltad. Én. Jó. Szerintem ezt te csináltad, ez igen. Nem most lehet sütni, de igen. Na, kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz. Hát jó, kizárásos alapon már csak az izé maradt, ugye? A vegán, a húsmentes. Jó, nem jó? De jó, hát nem tudom. Ez a vegán. Ez a vegán, igen? Hát jó, mondjuk igazából kizárásos alapon már csak az igen, az igen. De amúgy is úgy érzed, hogy ez, ebben nincs hús? Ebben nincs hús. Szembesülsz az igazsággal? Na, te kabácsi, nézzük, összegezzünk. Ez itt volt. Igen. És ez a vegán. Ezt eltaláltad, igen. Ezt eltaláltam, igen, hurra, hurra! A többit azt, a McDonald's-osat találtad még el. Még azt is? Hogy ez McDonald's-os. Viszont ezt a kettőt felcserélted, amire azt mondtad, hogy bolti, mert bolti. Száraz, az az enyém. Azt a...
Ami a bolti, arra ital a szezet. Jaj, figyelj, de őszintén kell. Hát jó, ilyen. Most így jön. Meg hát ugye tényleg nem olajba sült, hanem ilyen levegősítővel, úgyhogy... Igen, akkor kettőt eltaláltam. Kettőt eltaláltam, kettőt nem. Kettőt viszont ránézésre többet hibáztál, mert... Igen. Igen, mert a McDonald's-osra mondtad, hogy bolti, a házira mondtad, hogy ez a vegán, igen. A vegára mondtad azt, hogy ez a McDonald's-os, hát és az ev, ugye a fagyasztótra pedig mondtad azt, hogy ez a házi. Hát igen. De ez nehéz. Ez végre tényleg nehéz. Na te, Gabácsi, akkor örülök, hogy jöttél. És akkor most menjél a dolgodra, ismét egy kis varázslás fog következni, fekete mágia. Készülj föl, mert a teleportálás az kicsit izé lehet fura. Megidézem következő vendégemet. Szintén megint a mágiát veszem elő. Fölírom a nevét erre a halállistára. Most már gyűlnek itt az áldozatok. Fölírom. Ó, na, sikerült a varázslat, sziasztok! Sziasztok! Jöttél 3 métert. Igen. Szóval, Hajni, te vagy a következő alany. A lényeg az, hopp, itt a tekait hagyta, megrágott. Te vagy a következő alany. Először megint szemmelverés. Szemmel kell megmondani, hogy van egy darab McDonald's-os, egy darab bolti, egy darab saját, és egy darab vegán. Melyik? Szerinted ránézésre, kezdjük innen, ez szerinted melyik lehet ez? Mi lenne, ha nem onnan kezdeném? Ahonnan akarod, akkor kezd máshonnan. Ez a Mekis. Az a Mekis. Azt mondod, jó? Mm-hmm. Igen? Ó, bakker. Hát ez nehéz. Ugye? Na akkor elméletileg maradt egy saját, egy bolti... Nem. Fagyasztott. Igen. Most meg, nem, megváltoztatod? Bolti fagyasztott, igen. Jó. És ez a Mekis. Az a Mekis. Akkor melyik a házi, melyik az enyém és melyik a vegán? Ez a tied. Igen, és akkor ez a vegán. És ez a vegán. Jó. Na. A szemem, hát kiváljon. Mi van? Nem baj. Jó. Olyan jó. Szép a szemed, jól állna benne egy kötőtű. Mondták van. Már? Igen. Jaj. Tessék. Így. Úgy. Azaz. Hamízd meg, és mondd meg, hogy van. Szerinted... Tudod, mit érzek rajta? Na, mit érzel? A salátát, ami rajta van. Tényleg? Aha. Hát ez a megtévesztés, gyerekek. Egy kicsit nyers amúgy, nem baj. Tényleg? Nehogy így... Az még, ami kotkodácsol, nem baj? Haló, ne túráztasd már ezt a szar! Nehezebb, mint a hambi szerinted, így első? Aha. Nehezebb, ugye? Szerintem. Ez a ti? Nem. Tied. Ez az enyém. Igen. Nem? Hát tényleg, de neked kell megmondani. Ez a tiéd, mert ez ilyen sokkal ilyen tömörebb. Ilyen... Ja. Na, ez vajon? Fúj. Fúj? Meg ez az enyém. Ez gond. Mi? Fagyasztott. De bolti? Aha. Ez a bolti fagyasztott. Jó. Akkor jön a következő. Adom. Ez valamiért úgy gondolom, hogy ez a vegán. Ez a vegán? Mhm. Ez nagyon érdekes, gyerekek, nagyon érdekes. Megint mindenki 100 pontos lesz, baszki. Tessék, itt van, adom a kövit. Na vajon ez mi a bánatos bánat lesz? Szerintem ez a Mekis. Az a Mekis? Az még nem volt? Nem. Az nem volt még. Hát kizárásos alapon akkor ez csak a Mekis. Ez szerintem a Mekis. Igen? És úgy is gondolod, vagy csak azért, mert már csak ez maradt? Úgy gondolom. Igen? Valahogy úgy érzem, mintha McDonald's-ba ülnék. Igen? Kezdjük a ránézésre. Erre azt mondtad a McDonald's-os. Ez helyes! Tényleg a McDonald's-os. Erre azt mondtad, hogy a vegán. És ez a tiéd. És ez az enyém. Erre azt mondtad, hogy ez az enyém. Közben ez a vegán. Erre pedig azt mondtad, hogy ez a fagyasztott bolti. Uh-huh. És ezt eltaláltad. Nehéz volt? Aha. És amúgy itt a vegán is akkor annyira nem lehetett rossz. Nem. Igazán... Annyira nem volt, mint a burgeres, annyira nem volt rossz. Nem, annak volt egy annyira fura mellékíze, hogy abból egyből le lehet szűrni. Itt én nem éreztem, hogy ez vegán lett volna. Vagy már jó. Te is felcserélted az összeset, tudod, vagy. Már én sem tudom, tudod. Ja. Én is már csak így adom azt a valami, rámondok valamit. Ha már ideig eljutottam a vágásba, akkor tudom, hogy melyik. Ja, nem kéne fogdosnom, ugye? Hát ne. Nem. Tüsszents rá. Ugye nyugodtan. Na, Hajni, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, akkor téged is most egy eltávolító varázslattal, bárcsak ilyen egyszerű lenne. Én majd én eltávolítom magam. Na, hát egy eltávolító varázslattal akkor most engedd meg, hogy hazaküldjelek oda.
Itt vagyok, kérdőtlen. Még mindig. Ja. Bazd meg, ez nem működött. Gondoltam vicce. Hanna! Menj innen! Vicce, mennyi! Végre sikerül! Ezt többször kéne alkalmaznom. És most egy über durva ultimate jutsu következik a következő vendégemnek, akit már fölírok ide. Hello. Üdvözöllek itt a csatornán. Elmélyedtem ebbe a sörréteket, nézegettem itt. Múltkor nekem azt mondták, hogy hívjak, próbáljak meg több embert is hívni. Itt több csirkenegec van. És van köztük olyan, ami vegán. Ami nincs benne hús, abszolút. Van benne egy, ami ilyen gyorsfagyasztott nagyüzemű. Van benne egy, amit én csináltam. És van egy, ami hát a McDonald's-os, ilyen gyorséttermi láncos. Nem nagyon eszel ilyet, nem? Én abszolút nem eszek ki, úgyhogy... Meg lehet nézni, vagy mi? Hát meg is kell kóstolni. De lehet, így nem lehet, de mindegy. Úgyhogy nem lehet. Hát így széttörni nem tudod össze. Csak így. Hát meg lehet kóstolni, akkor hogyan? Hát jó, ehető, hidd el, hogy ez nincs benne semmi olyan. Hát én szerintem ezt te csináltad. Mert itt ebbe van anyag, meg olyan nagyobb bacska, szerintem. Ez nagyon lapos. Ez miért lapos ez? Vagy hát ilyen szöglet? Hát ez a vegán, nem? Hát nem tudom, az legyen? Nem, ez a vegán. Hát legyen ez a vegán. Ezt akkor te csináltad, ez a vegán. Hát ez nehéz, tippelünk, akkor ez, tipp. Ez legyen a bolti. Jó, akkor az a bolti, ez igen. Pedig a... Ez a nagyon, nagyon sovány, ilyen sápad színű, legyen ez a mekics. Jó. Omae wa mou shindeiru. Nani? Jó, adok neked egyet, muti a kezed, és akkor nem sorba, hanem így... De most mi ez? Hát, hogy mi ezt kóstolnak? Megkóstolod, beleharapsz, és megmondod, hogy milyen. Meg hogy szerinted ez melyik. Hát ez a meg is. Meg is? Jó. Az a baj, hogy most már kihűltek egyébként, mert már, ezt már régen csináltam, úgyhogy most már azért annyira én sem szívesen enném meg. Hát az ilyen hazai íz. Hát te csináltad, nem? Ezt én csináltam? Tessék. Jó. Fölírom, nem tudom, majd a végén kiderül. Olyan nagyon lapos. Az vegán. Igen? Hát biztos, igen. Az vegán. Na jó. Hát én húsfagyasztó vagyok éjjel-nappal, valahogy más, nem tudom. Én a vegánra. Na akkor az utolsó. Adom. Ez az utolsó. Hát egyetlen egy maradt, szerintem a bolti. Az a bolti? Bolti. Hát akkor a végeredményt elmondom, hogy átmentél a vizsgán. Hát az eddigi emberek közül először te találtad el 100%-osan ránézésre. Jó, a vége csak tip volt, de akkor is sikerült, mert eltaláltad. Igen. Ránézésre, igen. Minden négyet. Viszont ízben egyet cseréltél föl, méghozzá a boltira mondtad, hogy mekis, a mekisre meg, hogy bolti. És a másik kettő? Azt eltaláltad. Enyém meg a vegán, azokat eltaláltad. Hát gyerekek, profizmus. És amúgy jó volt, hogy a vegán vagy nem? Eltő. Ezek szerint észreveszem a ízvilágot, de maga ehető, úgyhogy... Én nem tudom, én a vegásokat nem ítélem el, meg nem mit. Hát én van ott olyan jó kaják, hogy ihacsú vagy. Azt hittem, ki fogja lökni a szervezeted. Nem. Ezt nem bírom lenyelni. Ehető, úgyhogy nincs abban semmi probléma. De én észreveszem, szóval nekem az ízvilág... Mindegy, nem kell ezt megmagyarázni, eltaláltam, nem? Most én is ízért eszem a vegánt is egyébként. Ehető. Jó. Ezt bekötött szemben, ha nem tudnám, nem biztos, hogy megmondanám, hogy ez nem. Nem bizony. Ehhez valami kis szósz, mártás, vagy csaláta. Ez olyan fejedelmi kaja, hogy ihacsú vagy. Hát köszönöm, hogy eljöttél. Hát hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy azért még az öreg lator érzi az ízeket. Akkor mert segítem neked hazamenni, mert eddig mindenkit én teleportáltam haza fekete mágiával. Úgyhogy akkor most is ez lesz. Hát
igazából egy kávét akartam, és azt írtam, hogy egy jó erős feketét kérek. Akkor van még egy utolsó titkos vendégem, egy titkos esélyes, aki lehet, hogy meg tudja csinálni mind a kettőnél a 100%-ot, a látással és az ízleléssel is. Hamarosan kiderül, megidézem. Fölírom ide a nevét a kis noteszomba. A Death Note-ba. Death Note. A halálista. Hajj! Sikerült! Szia Tibi! Hi! Te vagy utolsó, akit megnéztem. Van, hogy mi? Ja, hát igen, tudod, a rezsicsökkentés, meg a... Igen, ez ilyen. A hatósági át... A kajhács volt, hogy ez volt a liter. Igen, ez most már ilyen rezsicsökkentett üzemmódba megyünk mi is. Hát ez van. Mindent meg lehet tenni, vagy egy az enyém, és négyen leszünk, mert felezünk egy 500-as vízúig. Elmondom a feladatot, mielőtt nagyon belemerülsz itt a mókázásba. Igen. De viccelő, hogy ez nem vicces. Az nem játék, nem fel vicces. Is nyírom a ízét. Ez komoly dolog, ez ember kísérlet. Szóval, látsz itt négy csirke negetszet, ezek már az utolsó darabok, mert hát elfogyott. Van, nem sorba fogom mondani, de van vegán, van bolti, van saját, és van McDonald's-os. Annyit elárulok, hogy nem volt 100%-os még, úgyhogy látás és ízlelésben senki. Szóval... Az első kettőt mondom, ez igen. A McDonald's-os. Igen. Ezt csináltad te. Igen. Most ez a nehezebb, hogy melyik a retyerútja és melyik a vegán. De a vegán, mivel valószínűleg rosszabb lehet, ezért ilyen pankon morzsában van forgatva. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a Mirelit olcsó, és ez a vegán. Ennél maradsz is? Ha, ennyi. Na jó, Tibi, akkor kóstoljunk. Megint jön a szemkötés. Megcseréled a retyerútját. Igen, hát úgy fogom, hogy kezedbe adom a husim, tudod, mint ahogy szoktam. Igen, úgy is szeretem. Na akkor nem sorba fogom a kezedbe adni. Ja. Kezdjük. Valami nagyon zümmög itt. Ten! Na, valami itt. Na, hol van? Na, ja, íze, adom. És megköted a szemem, hogy szedjen el. Ez valami nagy. Ez egy nagy légy. Ez nagyobb, mint a nuggets, bazzik ez a légy alatt. Ez neked csatar a fejednek, az 8 napon túli. Nem akarom megzavarni, na, mit satszolsz? Várjál még. Ez így ízlelésre szerinted satsz per kb. Semmiképp nem az, amit te csináltál, és nem is a meg is. De legyen ez a bolti. Azt mondjad, hogy ez a bolti. Na, akkor adom a következőt, tessék. Most ilyen szívverés hangot fog idrakni, tudod. Mint a legyen ön is milliómosban. Erre mondom azt, hogy ez az, amit te csináltál. Ilyeneket mondasz? Uh-huh. Ezért nem is eszed meg. Egyébként tényleg nem jó, mert tényleg elég... Mármint ez, ha az enyém lenne, akkor elég száraz lenne. Ez nem volt az egy kicsit Az öreg vegán. Micsoda? Ne. Ez a vegán. Nem hiszem. Tényleg? Miből gondolod? Nem tudják utánozni a hús ízét. Ez még mindig nem jó? Még mindig nem vagy nem leszel vegán? Még mindig? Egyébként nem rossz ízre, de érezni, hogy tele van szójával. Egyébként ez most tényleg a vegán, most szerintem azt elmondhatom. De egyébként annyira nem rossz. Annyira nem rossz, hogy kiköpjed. De nagyon nem hús. De engem ezzel. De és akkor vagy az utolsó, mert lehet, hogy eddig mellé lőttél. Ez most ketté van vágva egyébként. Ne, spórolunk. Jaj, melyik lehet, tudod? Kizárásos akkor a meki. Hát, hogyha eltaláltad, de lehet, hogy ez nem lehet. Na, eltaláltam. Ez a meki? Ez a meki. Tuti? Uh-huh. Nem lehet, ez az enyém? Nem, ez a meki. Nem ám leültetsz egy bőrkanapére, mert ez viszi a gyermek. Ja, ha már feláros lesz, mi? Ja. 8 pipa. Úgy látszik, ebben tényleg jó vagyok. Szóval veszel egy doboz vegán nuggetset, azzal is egy ember simán szerintem úgy egyszer jól lakik. A fagyasztott azért abban több van, azért abból, mit tudom, kétszer is lehet enni egy nap, vagy kétszer is jól lehet lakni egy átlag embernek, mert mondom azt. Na mindegy, Tibi, az a lényeg, hogy te mindent eltaláltál, úgyhogy ez a Tibi nyerte. Megint. Megint. Nyertes az abban a jutalomban részesül, hogy kap két büdös nekpofont. Próbálnak. Hát Tibi, köszi, hogy itt voltál. Én köszönöm a kívást. Lehoztad. Tibi lehozta. Ugye lássuk azt, hogy giga nuggetszett gyerekek. Mindjárt megpróbálok rácsúszni. Csináltam, képzeld el, Tibi, egy ekkora nuggetszett. Nem. Hány kiló? Hát közel 2. Nem mértem le, de közel 2 kilós. Haza teleportálok, jó Tibi? Jó. Hajj! Na, hát akkor nézzük meg azt a nuggetszett. Tartsatok velem! Én is elfédelek, jó? Hát ez egy óriás nuggets lesz. Na most ezt megpróbálom valahogy így úgy bepanírozni, hogy hát nagyon esetlen leszek, ne haragudjatok. Így. Ezt így leizélem, tudod, így szépen.
Hát kíváncsi vagyok, hogy így ez a rántás, hogy igazából ez nem rántás, de mindegy. Akkor jöhet rá a totyi. Megpróbálom elkenni ezzel a ecsetelővel. Wow, de jó! Nagyon jó lesz ez! Nagyon jó. Most annyi fog még történni, hogy ezt kicsit befújom olívóolajjal, és megy be a sütőbe. Sült-e belül? Én arra vagyok nagyon kíváncsi. Ha nem, akkor még visszadobom a sütőbe. De elméletileg én csodálkoznék, hogyha nem sült volna át. Oj, de nagyon tökéletesen átsült. Gyönyörű. Ez gyönyörű. Gyula szép. Nagyon csirke negecízű, meglepő módon. Azért ez ütömény lesz letolni. Nem hiába nem csinálnak ekkorát. Hagyom között hűlni már rohadt malag. Addig átgondolom, mi nem. Milyen szószóljak hozzá? Hát találtam pár félét, hogyha lehet hozzá szószozni. Tudjátok, mire gondoltam, mekkora király lenne? Hogyha ezt még visszaraknám a sütőbe, raknék rá sajtot, kis felvágottat, kis olaszos fűszerkeverékkel lekedném, és gyakorlatilag egy nuggets pizza. Miért ne? Én most kipróbálom a ázsiai körtéssel. Szerintem majd igazából mindegyikkel fogom... Jöjjöjjöjjöjj! Még egy szelet. Annyira egybe van a textúra. Na, kis barbecue, jalapeño barbecue. Vagy halljátok, hogy milyen jó kérget kapott? Kicsit hagyom hűlni, mert ez egyébként rohadt forrós. Pedig annyira jó, annyira fincsi. Bikavéres nem bontom meg. Ezt nem bontom meg, azt majd most valami pörkölt alapba ellövjük. Fölvágom ilyen kisebb szeletekre, és akkor hagyom egy kicsit hűlni, jó? Mert ez így, hát ez még nagyon forró. Így, mint a pizzát, így összerakom. De jól néz ki. Fogtam és csináltam egy cheddar sajtszószt, ami itt van. Jó kis folyós. Fogok egy kis eszpresszót. Beleöntöm így ebbe a kis tunkolósba. Majd nyomatok hozzá egy kis jalapeño barbecue-t. Így. Na nézzük a sajtszószt. Odané. Oh my god. De meg jönnek fedezékbe, ugye keresik a fedezéket. Nagyon tömény, mert ugye ez egy sűrű, darált hús gyakorlatilag. Hát a felénél járok egyébként. Egyszer még rátalálok. Chili szósz vezes. Az itt a rá van csavarva. Ah, milyen jó illatom lett tőle. Kihoztam egy hamburger szószt, mert... kell nekem ez most már valamilyen kicsit ilyen... Hát az ilyen savasabb íz, mert most már ez nagyon tömény. Kérdezzük, hány gram fehérjét vittem be. Na, fél kilót. Tudnám folytatni, de nem érezném már jól ezt. Ó, na. Hát a száraz csirke íztől ma kész vagyok. Az a baj, nem akarom már magam berőltetni, mert rosszul leszek, és érzem. Érzem, hogy a gyomrom az már... Meg hát az a baj, egyébként így a nuggets sütések közben én azért csipegettem ám, szóval... Most a darabig nem kívánom a nuggetset. Na mindegy, ez ennyi lett volna. Úgyhogy remélem ez a videó is tetszett. Ha így van, akkor nyomj meg a lájkot, légy, hogy kedves. Iratkozz föl, meg ilyenek. Twitch-en is szoktuk nyomni a streameket, meg a izéket, bohockodásokat. Lesz majd Halloween-i challenge, meg minden. Egyébként itt YouTube-ban is lesz valami Halloween-i téma, de azért ezt még meg kell álmodni, hogy mi. Örülök, hogy itt voltatok, köszi szépen még egyszer. És linkek a leírásba. Gyertek a következő videóra is. Sziasztok!